Mal hier Schluss. Szia! Azonnal kezdem a mai vlogot, de előtte még ki kell ugorjak Temesvára. A reptérre. Majd írunk, hogy hogy odaér. Sziasztok! Hello! Indulok vissza Magyarországra, hogy tudjam elkezdeni a mai vlogot, és meg tudjam mutatni nektek, hogy mi volt a tegnapi csomagomban, ami érkezett a postán. Találkozunk otthon! Halljátok ezt? Nem tudom, hogy mennyire hallatszik be a háttérzaj. Csiripelnek a madarak. Lehet, hogy egy-két vlogban hallani fogtok ilyen madárcsiripelést, de se baj, remélem, hogy ez nem lesz annyira zavaró, mint sokkal inkább ez a vízhang. Pár hete, hogy görgettem a Facebookot, megjelent egy hirdetés. Azt hiszem, hogy az oldal neve Banggood, vagy valami. Ami megszúrta a szememet, az az, hogy 5000 forintért lehetett rendelni egy kamerát. Uff! Mi van? Mi van? Méghozzá egy olyan kamerát, ami viszonylag elég kicsinek mutatkozott a képen. És hát úgy gondoltam, hogy figyelj, miért ne próbálnám ki? 5000 forintért azért nem egy olyan óriási összeg. Vegyük meg, nézzük meg, hogy mit tud ez a kis kütyű. Körülbelül 2,5-3 hét kellett, mire megérkezik, de megérkezett, úgyhogy most itt van. Itt van ebben a kicsike kis dobozba. Ez egy sport akciókamerának van hirdetve, az a neve, hogy SQ11 mini DV kamera. Elméletileg Full HD-ba képes felvenni. Hát nem igazán hiszek én ebbe, hogy Full HD-ba képes ez a kis kütyű 5000 forintért felvenni, de majd meglátjuk a tesztben. Ugyanis lesz teszt! Teszt. Egyébként nem túrom az orrom, csak viszket valami, lehet, hogy túl hosszú az orrluk szőreim. Nem tudom, nektek vannak orrluk szőreitek? Pedig szoktam vágni. Hát akkor lássuk, hogy mi is van a dobozba. Ó, nem mondod! Nézd már, mi az ez? Ez most komoly? Ez most komoly? Gyerekek, ez most komoly? Most rendeltem egy pirosra festett kockacukrot? Vagy... Hát így első ránézésre azt kell mondjam, hogy cuki. Cuki. Tehát nem tudom, hogy kamerára lehet ilyet mondani, hogy cuki, de ez k***ra az. Ekkora az egész. Ekkora az 50 forintos és ekkora a kis kameránk. Oké, nézzük, hogy mit tud ez a kamerácska. Megtaláltam a világ leghaszontalanabb dolgát. Figyeld, ez lenne a kockának a tartója. Ezen van egy ilyen ballhead-szerűség. Tehát gondolom, sokat nem lehet ezt használni, mert aztán kikopik, aztán annyi. Tehát műanyag az egész. Van itt két csavarnok hely, de csavart azt ugye nem kaptunk hozzá. És van egy ilyen kis csipeszke. Szóval ez a kis cuki kis csipeszke arra hivatott, vagy legalább gondolom a mérnökök azért találták ki. Hát ez jó volt, mérnökök. Azért van ez a kis csipeszke, hogy ezt a kis kockát bele tud rakni, de nézzük ezt meg jobban, közelebbről. Szóval itt a kockám, ezt ragadj már bele. És kiugrik, kérem szépen, kiugrik. Fogódj már bele, hát miért nem fogod? Oké, felejtsük el a csipeszkét. Haszontalan dolog, haszontalan, abszolút haszontalan. Szóval van nekünk itt kettő darab gombocskánk. Egy jól ismert, gondolom a jobb oldalival, avval bekapcsoljuk. A bal oldalival meg szerintem a módot váltogatjuk. Itt van neki oldalt az SD kártya. Én már ide merészkedtem beletenni egy SD kártyát, de gyerekek, ez valami iszonyat van megoldva. Tudjátok, a GoPro-nál például olyan
szépen bele lehet rakni, nem tudod belerakni rosszul, ebbe bele lehet rakni rosszul, sőt, bele is tudod szorítani olyan szinten a microSD kártyát, hogy az életben nem fogod többé kivenni belőle. Itt van mellett az USB port, amin keresztül tudod tölteni az akkumulátort, és ez a picike kis lyukacska, hát nem fogjátok elhinni. Nem tudom most, hogy milyen testhelyzetben vagytok. Ha álltok, akkor javaslom, hogy üljetek le, mert ettől le fogtok hidalni, az tuti. Ez a picike kis lyukacska, ne tévesszem meg benneteket, nem a mikrofon, mert a mikrofon az pont itt van. A mikrofon az itt van. Hol van? Hol van? Hol van a mikrofon? Ez a reset gomb, gyerekek, ez a reset gomb. Akciókamerán reset gomb. Már ezt elmondom még egyszer. Ez a reset gomb. Tehát mit resetelsz? Újraindítod, hogy nem tudom, mit kell ezzel resetelni. Ha ti tudjátok, hogy mit kell ezzel resetelni, akkor kérlek, világosítsatok föl, írjátok meg nekem itt kommentbe, mert az égvilágon én ehhez nem értek, nem tudom, hogy miért rakták bele. Tegyünk egy próbát, hogy milyen ennek a képe. Oké, akkor most nagyon figyeljetek, mert erről a kameráról átváltok a kicsi kis kockámra. 3, 2, 1, és íme, itt vagyok. Nem tudom, hogy milyen a kép, fogalmam nincs, most használom ezt a kis kockát először. Annyira nem tuti jó a világítás, most egyelőre itt vagyok bent ebbe a kis stúdióskába. Majd mindjárt kimegyek egy picit, és akkor kint is letesztelem. Fogalmam nincs, hogy csak tátogok, lehet, hogy ez egy néma film, de ha nem, akkor az egy bónusz, már eleve. Oké, menjünk is ki, menjünk ki, ez a biztos. Nos, hát itt vagyok kint a szabad levegőn. Kicsit be van borulva, tehát a fényviszonyok idekint sem annyira 100%-osan jók, de ennyit tud. Viszont azt még kipróbálom, hogy mi történik, hogyha eldobom. Ne nézzetek túlságosan bele a képernyőben, nehogy elszédüljetek. Figyelj! Hát itt landolt a kis... Itt landolt, most kamera van a kamerába. Szerintetek megér 5000 forintot a világ legkisebb akciókamerája? Hát tulajdonképpen ennyit terveztem a mai vlogba. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok ezúttal is. Az új feliratkozókat köszöntöm a csatornán. Sziasztok! Igen, te! Köszönöm szépen, hogy feliratkoztál a csatornámra. Ha most nézed a vlogot legelőször, most akadtál rá, bárhonnan is akadjál rá, köszöntelek téged is, szia! De még mielőtt úgy döntenél, hogy nem iratkozol fel, vagy feliratkozol, arra kérlek, hogy nézd meg néhány korábbi vlog epizódot, és ha még mindig tetszik és szeretnéd követni a vlogot, akkor iratkozz fel. Sziasztok! 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 Hát ez nagyon állat, ez ilyen picike kis kockacukor, igazi kockacukor, nézzük. Hát az íze nem kockacukor ízű, műanyag ízű.